eljöttem Ernőhöz, pontosabban Ernő szomszédságába, mert hogy itt van egy idős körtefa, ami szerintem egy olyan probléma, ami sokunk kertjében megtalálható, hogy egy ilyen idős fát öröklünk, ami hát tele van vízhajtással, és nem feltétlenül tudjuk, hogy mit kell vele kezdeni, de Ernő az az ember, aki tudja, ugye? Évek óta nézegetem ezt a fát, és sikerült megbeszélnem a szomszéddal, hogy legyen ez most a orvosi ló esete, ugyanis látjuk, hogy ez egy 15 éves körtefa. Rendszeresen volt meccve, de rendszeresen mondjuk úgy, hogy inkább takarítgatva volt, és nem volt koronakialakítás kezdetétől. Ha ránézünk először, mit is látunk? Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon ágas-bogas, rengeteg rajta a vízhajtás, illetve én egy dolgot észreveszek, hogy a körte, hogyha tudásom nem csal, a körte az egy ugye sudaras meccési forma, tehát elméletileg kéne, hogy legyen egy vezérhajtás középen, ennek mégis kettője van, tehát hogy ez gondolom, hogy problémát jelenthet. Igen, azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy alma, körte, cseresznye, ez mindig egy központi tengelyel, nevezzük sudárnak egy központi tengelyel. Ebben az esetben ennek a körtének ugye kettő van. Ezt már évekkel ezelőtt el kellett volna dönteni, hogy melyik a Jani, ugye, és akkor talán könnyebb lett volna a koronaki alakítása, de sajnáltuk. Valószínűleg, aki eddig metszette, sajnálta megfűrészelni, vagy visszavágni a másik konkurens vezérágat. Most mi ezt meg fogjuk tenni. Abszolút lehet látni, hogy a kettő egymást konkurálja, a jobbik állásút meg fogjuk hagyni, a másiktól megszabadulunk. Na, ebben az esetben már nem tőből szabadulunk meg, fiatal korában könnyebb lett volna, hisz egyből a villáselágazásnál lehetett volna meg, hanem majd valamelyik szinten megtaláljuk, hogy hol lenne az optimális. Pont akartam mondani, hogy kegyetlen vagy Ernő, de akkor nem vagy azért annyira kegyetlen, tehát hogy akkor nem kell teljesen tőből, hanem honnan, akkor honnan vágjuk ezt le. Igen, azt nézzük, hogy ugye gallérágokat kell elképzelnünk, ugye ez a gallérág, ezen a levágandó vázágról vagy sudárról mindenféle szükségünk van, és még ez is nagyon jó állás. Úgyhogy nagy valószínűség gallérák fölött fogjuk elvágni, egészen pontosan itt. És hogyha jó éles fűrészed van, amely nagyon jó sebfelületet ad, akkor pillanatok kérdése, és... Megtörtént a egy sudár meghagyása, nézzük meg, hogy mi az, ami még konkurálhat a sudárral, vagy mi az, ami sűrűsítő ág. Ha körbenézzük a fát, akkor ugye látjuk, hogy korábban némelyik gallérág megpróbált beállni a sudár mellé konkurensnek, mint például itt, ugye? Ő elindult fölfelé, és igazából nekünk jobb lett volna, hogyha ha kifelé törőt hagyják meg a kollégák korábbi meccésnél. Tehát ezt is innen eltávolítjuk. Tehát megvan a központi tengelyünk, és nézzük, még egy ág, ami konkurál a sudárral, azt is levágjuk. Elrakjuk a fűrészt, hisz most már tulajdonképpen a karosolló és a kis metszólója a főszerep. Csak hogy világos legyen, nem arról van szó, hogy mi önkéntesen eldöntöttük, hogy egy fa központi tengelyes, vagy pedig kehely kialakítása, hanem arról van szó, hogy azért ilyen, mert a fa erre törekszik vissza, de ezt lehet látni, hogy ezek az ágak, ezek elkezdenek ugyanúgy fölfelé menni, és megpróbálják ezt a központi tengely szerepet fölvenni. Tehát azért nem jó, hogyha nem így van meccve, mert egy idő után ehhez rendeződik vissza, és te most megpróbálod ezt kialakítani, hogy ezek a konkuráló vezérhajtások, ezek ne legyenek, hanem egy legyen, nevezzünk ki egy főnököt, és akkor annak adjunk teret, ugye? Igen, ez egy genetika, tulajdonképpen a központi tengely való törekvés, és hogyha egységesen szeretnénk egyforma fát kialakítani, akkor érdemes egy központi tengelyt meghagyni. Természetesen van ma már olyan technológia, amikor mondjuk főleg cseresznyénél, amikor nyitott koronaformát alakítanak ki, de ott sokkal több a fitotechnika, kötözni kell, súlyozni kell, ki kell húzni. De ha azt mondjuk, hogy az alap házi kerti technológiában egy központi tengelye rendelkezik alma, körte, cseresznye, az nagyon jó, és arra kell törekedni, hogyha ezzel konkurál bármelyik több éves rész, azt le kell váltani.
hogyha most érkeznénk ide, akkor azt mondhatnánk, hogy jöttünk metszeni. Ilyenkor már tulajdonképpen a karosollóval és a kisollóval már csak az éves metszést végezzük el. Mit kell végezni ezzel a karosollal? Ugye a 2-3 éves részeket tudjuk ezzel simán levágni. Ilyenkor úgymond termőrész ifítást lehet tenni, tehát mint például a körténél, ugye nagyon sokszor azt tapasztaljuk meg, hogy ahol sok körtetermés van, azok az ágak, vesszők, több éves részek lehajlanak. Most ezek a lehajlott részeket érdemes visszaifítani. Hova érdemes visszaifítani? Ha van jó állású, vízszintes vagy vízszinteshez közel álló rázágon lévő termőgaljazat, akkor arra. Tehát ez egy letermett rész, ezen még lenne sok körte, de értelemszerűen ezé a jövő. Tehát az ilyen letermett részeket fogjuk és levágjuk. Így már kialakult egy optimális szögállás, hisz van egy sudarunk, azon közel vízszinteshez vannak termőgaljak. Ez egy termőgaj. Na, de mint terem a körte? Ugye többször beszéltünk arról, hogy ide termődárdái vannak, ugye ezek a kis 2-1,5-2 cm-es kis fás részek, amelynek a végén virágrügy van. A rügy az ugye több gyümölcsöt tartalmaz, ahol több éves termődárda kialakulás után kialakulnak az úgynevezett termőbogok, amikor már 1-2-3 év után is volt rajta körte, akkor egy úgynevezett összetömörödött termőrész van, ez a termőbog. Illetve van virágrügyünk még a vessző végén, most már jól lehet látni, hogy van a vessző. Ezeken a kis hegyes rügyek, ezek hajtásrügyek, tehát ebből nem lesz termés, de a legvégén lehet látni, hogy van úgynevezett termőrügy, virágrügy, és itt látjuk, hogy nem csak egy van, hanem kettő is. Ezek a vesszővégi rügyek, ezek általában almánál, körténél virágrügyek. Miért fontos ez? Ugye azért fontos ez, mert ha azt szeretnénk, hogy nőjön a vessző és fejlődjön a fa, akár fiatalkorba, akkor ugye ezt a termőrészt levágjuk, és a vesszőből az új, a felső rügyek kihajtanak és nő tovább. Ha viszont azt szeretnénk, hogy ne nőjön, hanem valamilyen optimális szögbe hajoljon le, vagy húzódjon ki, akkor meghagyjuk a csúcsrügyet, és a rajta lévő termés és a levél súlyától ez a vessző elindul kifelé, és hát majd jövőre kiderül, hogy mennyire megy ki. Tehát az a javaslatom, korosfánál ezeket a vízhajtásokat, amik most már vesszük, ezeket ritkítsuk ki, és ne vágjuk vissza egy korosfánál. Ugye a termőbogokhoz nem nyúlunk, hanem a tavalyi vesszőkből leritkítunk. Most értelemszerűen az a szerencsés, ha nem a függőlegeseket hagyjuk meg, hanem inkább valamilyen módon a függőlegestől eltérő vízszinteshez, vagy 45 fokhoz közel álló vesszőkből hagyunk ki. Mondhatnám azt is, hogy ezt lehet kopaszra is vágni, nagyon sokan kopaszra metszik a körtét, mert hisz van akkor is termés a termődárdák miatt, de ha ifítani szeretnénk, ezekből a vesszőkből érdemes meghagyni. És most mondok egy gyakorlati tapasztalatot, nem a legerősebbeket érdemes meghagyni, hanem inkább a jobb állásúakat, hisz a legerősebbek azok mindig fölfelé törekvőek, és amelyeknek a végén ugyan lehet termőrész, egyet-egyet lehet ebből meghagyni a jó állású, de ezek kevésbé fognak kihúzódni, mint a már egy kicsit jó irányba állottak. Tehát elindulunk a galérágon kívülről befelé, és leritkítjük ezeket a vesszőket. Tulajdonképpen bejutunk a gallérágon a törzsig, akkor egy gallérágat meg is oldottunk. Ez a gallérág, vannak rajta termődárdák, vannak rajta vesszők, amelynek a végén vannak termőrügyek, és jövőre ezek a vesszők berakódnak így szépen termődárdákkal. Mi a mostani feladatunk? Szépen körbejárjuk a fát, és kiritkítjuk a, nevezzük sokan fattyúhajtásnak nevezik, vagy fattyúvesszőnek, de mindjárt tudjuk, hogy amíg zöld levele van, addig vízhajtás, vagy hajtás, amikor már megfásodott, akkor vesszőt. Na nézzük, letermet részt, lelógót eltávolítjuk, a függőlegeseket megritkítjük. Például itt van egy lehetőség, hogy az erőset hagyjam meg, vagy a vékonyat. Itt meghagyom az erőset, hisz az a célom,
hogy jövőre itt ez berakódott termőrészekkel van, és a végén vannak virágrügyek, tehát ez egy optimális vesző lesz sok éves körte termesztésre. Mutatnék még egy jelenséget. Ugye itt van egy letermett, vagy nem letermett, berakódott termővessző. Ezt lehet látni, hogy egy ugye tavalyi vízhajtás, vagy sima vessző a virágrügy hatására, ami a termés végén lehajlott, és berakódott végig dárdával. Ugye? Ez tavaly egy ilyen vessző volt, vagy egy kicsit vékonyabb ilyen vessző volt. Most itt végig virágrügyek vannak, dárdák vannak, tehát nekünk ez egy optimális. Ilyet szeretnénk majd ezekből is látni. Tehát ilyenkor, ha ezt úgy érezzük, hogy egy túl sok lesz ez a gyümölcs, akkor lehet belőle visszacsípni, hogy biztonsággal elbírja a gyümölcsöt. El kell döntenünk, hogy ez a két gallérágon álló termőgaj, ez árnyékolja egymást, vagy nem. Szerinted? Ugye itt az van, hogy kettő között már alig van 15-20 cm. Tehát egyértelműen árnyékolja. Igen, egyértelműen árnyékolja. Keresztezi is egyébként. Keresztezi is, árnyékolja is. Tehát akkor az egyiktől megszabadulunk. Azt szoktam mondani, hogy alul az alsót vágjuk le, fölül, ha eljutunk fölülre, ott természetesen a fölsőt. Ez a gallérág, ez teljesen kész van. Látjuk, hogy van rajta termő rész, és van egy-két fiatal vesző, amivel majd a termőrészeket föl fogjuk ifítani. Keresztben övőket kitakarítjuk. Nagyon sokan úgymond csapra metszik a gyümölcsfákat. Magyarul vágnak egy rövid csapot, és majd lesz belőle valami. Na most itt is az történt, hogy meglátjátok, valaki visszavágta rövidre, és ebből lett három vesző. Ugye a három vesző az eleve konkurálja egymást, és nincs is rá szükségünk. Ilyenkor minimum a kettőt eltávolítjuk, és egyet hagyunk meg. Jó. Másik példa. Ugyanaz történt, hogy a termővessző, amiről beszélgettünk, hogy a vessőt nem vágjuk vissza. Ugye egy ilyen vessőt a tavalyi évben félbe vágtak. Mi történt? A felső három rügy kihajtott, lett belőle három, akkor vízhajtás, most már vessző, és természetesen rögzült a szögállása a vesszőnek, és nézd meg, alig rakódott be, szinte nincs is rajta virágrügy, egy virágrügy van rajta. Tehát ha azt akarjuk, hogy jobban berakódjon virágrügyekkel, akkor meg kell hagyni véglegesen. Ugye a háromból a kettőt ledobtunk, és meghagyjuk. Befelé növőket, a korona belsejében lévő vízhajtások vesszőit, mostani vesszőit már eltávolítjuk. Befelé növő, keresztben növőket levágjuk. Hagy mutassak még egy tipikus jelenséget az idős fáknál, itt a körténél is jellemző, hogy több éven keresztül gyümölcsöt termeltünk egy vesszőn, és a termőképletek egymásra föltorlódtak, és ugye nem is volt termés vagy vessző növekedés, hanem az úgynevezett ilyen termőbogok egymásra rászorultak. Itt már minőségi gyümölcstermesztés elég nehéz, hisz nagyon sűrűn vannak a termőrészek, ezért ezeket a termőrészeket úgy szoktuk, hogy megifítjük, az azt jelenti, hogy vagy kiritkítjük, ez azt jelenti, hogy ezeket a termőbogokat mondjuk minden második eleme, vagy azt mondjuk, hogy ezt a lelógó termőrészt ezt visszavágjuk. Jó? Itt van egy másik rész, ugye ez is egy letermett több éves gaj, amely szépen berakódott korábbi évekbe, viszont a vízhajtások azok már nem teremnek rajta, ilyenkor érdemes visszaifítani a termőrészt. Nézzünk a fejünk fölé. Na, ugye beszéltünk, hogy miért van itt ez a két, illetve három vessző, erőteljes vízhajtásból képződött vessző. Mert az a tipikus metszés volt, itt mutatom, hogy hogyan metszenek nagyon sokan, hogy ilyen két rügyre mind a szőlőt visszavágják. Ugye van tipikus olyan, mikor muszáj ezt megcsinálunk, mert szeretnénk hajtást és vesszőt indukálni, de ha ezt ilyet csinálunk, akkor ugye klasszikus söprűsödéshez vezetünk el. Tehát ebben az esetben a háromból kettőt inkább eltávolítunk, mutatom. És ez az egyet meg megvárjuk, hogy berakódjon. És hát itt lehet is látni, hogy ez folyamatosan problémás volt. Tipikus jelenség a fa tetején a sűrű vesszők állománya, mind ahogy itt is látszik.
ugye nagy valószínűséggel a tavalyi évben itt egy tarvágás történt, és nem történt meg a fának az irányítása, vagy az energia elvitele. Ezért figyelni kell arra, hogy amikor ennyire sok vízhajtás, későbbi vessző van, akkor ne vágjuk ki az összeset, hagyjunk meg belőle egy párat. Mert ugyebár, ha mindet kivágjuk, akkor mi fog történni? Ugye ugyanez fog történni, hogy ugyanennyi meg fog maradni. Tehát törekedni kell arra, hogy hagyjunk meg a vesszőkből egyet-egyet, főleg azok, amelyek jó helyen állnak, vagy jó állásúak, amelyek elviszik az energiát, illetve természetesen berakódhatnak termő rügyekkel. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy ezt a sok-sok sűrű növekményt kiritkítjuk. Ez azt jelenti, hogy legalább a kétharmadát levágjuk. Nem vágtuk ki az összeset, több mint a kétharmadát leválogattunk, és hagytunk olyan termőveszőket, leendő termőveszőket, amelynek a végén meghagytuk a virágrügyeket, amelyek majd megfogják a fa növekedését. Úgyhogy ki van takarítva, tulajdonképpen, ha jó körülnézünk, és nem hagytunk el sok mindent, akkor tadám! Elég szépen átfazoníroztad ezt a körtefát, ahogy szoktad, Ernőkém, de igen, most már azért megvilágosodtam, úgyhogy nincs be fogom vetni ezeket a technikákat otthon a saját körtefámnál. Igen, igen, tulajdonképpen nem kell ezt minden évben megcsinálni, hogyha ezt a fiatalkorban ezt a koronakialakítást jól végezzük, akkor úgynevezett csak fenntartó meccést kellene végeznünk, de nagyon sokszor találkozunk azzal a szituációval, hogy meg kell oldanunk, hogy hosszú távon a fa még felifjodjon, és még termésünk is legyen. Ugye nem történt más, mint eldöntöttünk, hogy melyik legyen a sudár, annak alá rendeltük a gallérágakat, és hát most itt mondhatnám azt, hogy ágemeletenként, de akár szórtan helyeztük el a termőgaljakat, és a rengeteg vízhajtást, ugye, mert tavaly minden le lett vágva, azt megritkítottunk, annak a kétharmadát leváltottuk, és hagytunk meg belőle, amiből a fa föl fog ifjodni, és új termőrészek alakulnak ki. Tehát ezek a veszők akkor szépen be fognak rakódni idén, és akkor kihajlanak, és jó kis termőágakká fognak változni, ha minden jól megy. Így van, a természet megoldja helyettünk is, mi csak segítjük azt, hogy ez jó irányba történjen. Úgyhogy, ha jól megnézzük ezt a fát, nincs más hátra, mint hogy sebkezelünk, és a lemosó permetezést elvégezzük. Köszönjük szépen, nagyon sokat tanultam most is tőled, de remélem, hogy ti is, és ha tetszett a videó, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, és ha szeretnétek még Ernőtől tanulni sok okosságot meccés fronton, akkor pedig kattintsatok ide!